A 2000-es évek eleje óta minden esztendőben közös ebéddel és ünnepséggel köszöntik a Rákosmenti Aranykor Nyugdíjas Klub hölgytagjait. Halász Károlyné a szervezet vezetője elmondta, ugyanaz év folyamán számos programmal kedveskednek tagjaiknak. A nőnapról való megemlékezést kifejezetten örömmel fogadják a szépkorúak. Nagyon fontos az időseknek az ápolása már csak azért is, hogy ez már egy hagyomány. Én 2006 óta vezetem ezt a szervezetet, és én úgy emlékszem, hogy első években már mi ezt beiktattuk, és nagyon szeretik, itt összegyűlnek, van téma, beszélgetni tudnak, és hát nagyon sok olyan tagunk van, aki egyedül élő, és nincs családtag, ez a szervezetnek ez a közösség jelenti a családot. Hagyományosan Rákosmente városvezetése is minden évben felköszönti a nyugdíjas klub tagjait a jeles dátum apropóján. Ez idén március 8-án sem volt másképp, amikor a jelenlévőkkel Horváth Tamás polgármester osztotta meg jó kívánságait. Kedves hölgyek, lányok, asszonyok, nagy-nagy szeretettel köszöntünk itt a képviselőtársaimmal együtt mindnyájukat nőnap alkalmából. Hiszen minden évben a nőnap nagyon fontos számunkra, férfiak számára, hiszen mi nagyon jól tudjuk, ugye fiúk, hogy a nők nélkül mi nem tudnánk létezni. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük önöknek, hogy vannak. Az eseményen a városvezető mellett dr. Füzesi Péter alpolgármester, Virág Mihály és Halász Dezső önkormányzati képviselők virágokat osztogattak a hölgyeknek. A Rákosmenti Aranykor Nyugdíjas Klub nőnapi ünnepsége közös ebéddel zárult.